Megnézzük. Jó, Bajuszka. Fasza. Aj, ezek a rossz labda kezelések, hát milyen szar. Mondjuk most mindenki, tényleg most mind a három támadónk nagyon jól játszik. Kiváló. Megint erőltetjük a középső játékot. Ez az igazi. Illetve az igazi Barca taktikát előhozni a tiki-takát. Nagyon jó. Elképzelés. Jó újítások vannak egyébként. A Juszka visszatérve a játékra. Jó. Pankó. Javi Galán! Buktatja Depayt. Az viszont biztos, hogy büntető lesz. Biztos, tutti sicher. Így van. És azt a büntető Depayt fogja... Nem, Ansu Fati fogja elvégezni. Hát még jó, hogy ő. Neki kell sokat fejlődnie. Persze, hogy gól. Hát még jó, hogy gól. Hát még jó, hogy... Világsztár, vezér, sztár, Jézus. Ugye, átigazolási időszak utolsó napja az nagyon jó lett szerintem. Meg ez az új menüpont, Data Hub, Data Hub, Frankó. Fucker! Azt a hét meg a nyolcát, micsoda kapura lövés! Demir? Nem jó. Miért nem jó? Alba. Ez ki lett fejelve, de nem baj. Azt megszerezzük még egészen simán. Gyönyörű. Eddie Suárez az ex-barszás próbálja gyötörni Fatih, de nem jön neki össze, hát. Nincs neki akkora tehetsége. Jól van, na végre uraljuk a meccset. Most végre dominálunk, végre rá tudjuk. Ó, Javi Galán megint. Nagyon durva, hát minimum sárga lap. Játékvezetőr, minimum. Ez most már a sokadik volt. Tudod, hogy csak most kapott sárga lapot. Demir nagyon veszélyes helyen megint, De Jong fölé. Jó játszunk. Komolyan, Ragnar. Nem cseréli le a büntető rúgót. Érdekes. Hát akar csak a játékosok. Atya világ, mi volt ez? Ha. Hát ez szállalmasan gyenge volt. A második fél időben egy kapura lövése sem volt a Celtának. Anyátokat! De komolyan! Bazd meg! Nézd meg! Jókor mondom amúgy én is. Piké megpattant a labda. Hát ez tiszta hülye. Hát mi van vele? Megbolondult kicsit az öreg. Jó van, nem baj. Na, de pály, gól. Apufa! Szép. 28 kapura lövésünk volt már amúgy. Az igen. Demir.
Ha nézzük azt a szólót, gyerünk Demir, húzd meg apukám, és nézz oda. Szerelni tudják. Hát ez gyenge. Mi a szar csinálják? Jó, azért persze Demirtől csodát nem kéne várni amúgy, de nagyon aktív volt ezen a meccsen most, tényleg jól játszott. Tehát ő még mindig el van maradva a többi támadóktól, támadótól. Pati lett a meccs embere. Ügyes volt. Négy pontos előnyünk van. Hát ez úgy gondolom, hogy nagyon jó. Real Madrid 9. helyen. Atletico 8. Öregem, a top 6 az egészen zseniális. Na, 12 nap után jön a Granada elleni mérkőzés, hazai pályán leszünk. Azt követően pedig a Sporting ellen fogunk játszani. Én gyanítom, hogy a Granada ellen majd úgy lépünk pályára, hogy B csapattal. Most ezt a pár napot itt lepörgetjük, és azt követően majd megnézzük a magyar válogatottat. Na, új stadion, várjál, hát beszélgessünk róla. Nem engedélyezik. Az, hogy építsünk új stadiont. Milyen meglepő. Hol van? Na, hát akkor úgy tűnik, hogy a toronyban mégiscsak intelligens emberek vannak. Hová, ezt meg kell tudnom. Nagyon fontos volt. Hát jó a csapat. Gondoltam volna, hogy ennyire fog menni itt a szekér. Ja, most, hogy mondod, Martin, valóban, mint hogyha jobban fáradnának a játékosok. Új szerződés szeretne, Pedri. Hát ez baj. Piki, old meg, légy szíves. Nem jött össze. Hát ez baj. 38.500 eurót kereső. Ó, hogy csak ennyit kellett volna beszélnem veled, barátom. Pedri egy igazi úriember. Hát ezzel nem szabad meglepődni. Őrület ez a pali. Tök gyorsan pörögnek a napok. Nagyon jó. Ezzel nem tudom, hogy mennyit változtattak. De mondjuk én azon változtattam, hogy a ligáknak a számát azt most máshogy töltöttem be. De valahogy tök gyors minden. Csak hogy gyorsabbnak érzékelni ezeket a napokat. 5-7 napra lesérült Ansu Fati. Svédek elleni mérkőzésen. Ajjaj. Erike! Hoppá! Ki lett rúgva? Mint macskát szarni. Ajjaj! Valami a súlya, hogy nem jutottak ők tovább. Nagyon szarul állnak! Jézusom! Svédek az elsők! Hogy a csodába? 18 gólt rúgtak, és ők kapták a legkevesebb gólt. 5-öt rúgtak a svédek nekik? 5-öt? Micsoda? Ja, összességében, jaj, mert kétszer játszottak már a svédekkel. Baszki! Hát ez kemény. Hoppá! Nem jelentkezek rá, dehogy.
Igen, a játékosok képeit majd frissíteni kellene valamikor. Azt nekem kellene frissíteni. Ami nem egy egyszerű mutatvány, mert nem egy egyszerű, most miért lenne egyszerű végül, csak ide-onnan össze kell rakosgatni a képeket, az kész. Be kell másolni a megadott helyre. Aztán annyi. Na, rotálunk egyet, hadd játszanak megint a pancserek. Magi? Fölép ült! Hát még jó, hogy... Így. Mindenki be van rakva? Így már igen. Jó. Super. Super. Nagyon jó. Hát annyi, hogy... Ja, a Vágét majd becseréljük szerintem. Kap egy 20 percet körülbelül, aztán az már elég szerintem. Játék fájlairól nem csinálok videót? Á, dehogy. Nem. Fölösleges, az egyszerű dolog. Tényleg. Rá kell googlizni FM Scout-ra, lényegében fmscout.com. Majd azon az oldalon minden ott van. Marha egyszerűen. Rá kell menni az összes letöltésre, ami a Football Managerrel kapcsolatos, és ott van minden. És nagyon érthetően le van írva minden. Angolul, de mindent lehet érteni. Tehát nagyon minimális angol tudás kell hozzá, és ennyi. Ez sem fölösleges. Az egy jó oldal. Jaj, azt szoktam használni, Martin, köszi. Aguero. Sőt, kapásból úgy kezdünk most, hogy Advanced Forward lesz. Így. Kész. Tökéletes támadó. Na gyerünk, fiúk! Nyomjuk meg! Közben azt is mondhattam volna, hogy kötelező a győzelem. Jól van, gyerünk srácok, nyomjuk meg! Coutinho eddig szinte semmit nem mutatott ennél a csapatnál. Ez mi? Shut up! Coutinho. Amikor azt mondom, hogy előbb is, mintha azt mondtam volna, hogy Coutinho, akkor valamiért aktiválja ezt a... Ezért a telefonom, ezt a hangfelismerőt. Coutinho! Coutinho! Hogy kell mondani? Most mi ez? Nem igaz. Coutinho a labdával. Töglet, Coutinho. Nem értem. Ura szerzett. Neked volna állítanunk azt, hogy csak a közepét erőltessük, az meg egy nagyon nagy helyzet volt. Szia, Hack. Szevasz, Levi. Hopp. Megvan. Jó van, szép. Nico, Gavi. Vele nagyon elégedett vagyok. Egy igazi jó tehetség. Egy nagyon jó tehetség. Valde. Szinte fölrúgják. Mondjuk később is fel lehet őt rúgni még. Na, ezt gyönyörű beadás.
Ilyen nincs. Ez a pali, az meg egy hónapot embirgi sérülés nélkül. Leszállalmas. Ó, de gyenge. Jézusom. Hát nem, Levi, sajnos. Kell a kihívás. Oda néz. 18. helyzetet lejátszunk? Vagy 19? A lényeg az, hogy borzasztó gyenge papíron a Granada. Pont mint a valóságban, ha jól emlékszem. Szép. Hoppá! És megint kiharcol egy büntetőt Depay. Őrület. Hát Messit nem rúgták föl annó ennyiszer Depayt. Hát mi ez? Öregem, ki rúgja? Macska Jancsi. Aguero, a tökéletes. Nem magad, ez bármi van. Kapsz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázpadba, rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Marcel 1999 feliratkozott. Sziasztok! Missy, nem az Marcel. Hát nagyon szépen köszönöm a 15. hónapot, szervusz! Köszi szépen! Mi maradt ki? Szia, Ernő! Ajja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 j
az is lehetünk. Picikét még várunk, módosítunk taktikán. Hát ha van bár, Jézusom, hogy összegyűltek ott a játékosok, atya világ. A szép Gutwait! Oh, bele a blokkba! Hihetetlen! Ott a beadás fölé! Á, Istenem, ez a Braithwaite! Oh. Nagyon gyenge! Három nap után újra itt. Esélyerdő. Mi a helyzet? Hopp! Piros. Nem, dehogy. Lila. Hopp! Azt megfogta. Hát ez... Ez hogy? Érdekes védés volt. Szóval lehet, hogy önmagában az a probléma most ott elől, hogy más szerepkörbe játszik a csatárunk, Aguero, mint hogy megszoktuk. Nem hamis 9-es játszik elől. De hát sehogy se jó Aguero egyelőre. Ennek nagyon nem örülök. Hogy pörögnek öregem, nézd oda. Verő Nikó. Húha. Aj, ez a sok fejes, engem kiégett teljesen, megőrülök. Ne fejelgessünk már ennyi gyerekek, légy szíves. Hát laposan, te hányszor kell megmondani? Hát megvan beszélve, hogy laposan lövöldözzünk, bakker. Ha már beadásról van szó. Na. Ó. És kifut a labdával, Depay! Úristen! Bakker! Ha értem, Erdő. Na, az jó. Jó van.
Jézus Mária. Hát ez a Baldebacker. Ezt tudja a taktikát egyáltalán? Néha olyan érzésem van, hogy ő azt sem tudja, hol van. Merre van az előre esetleg. Meg ilyenek. A furcsa dolgokat észlelek nála. Olykor. Nikó, kulcs. Hoppá! Deszt. Még mindig Deszt. Megint a beadás. Deszt megint. Ó, öregem. Komoly tűzi játék van. Na gyerünk, megint Deszt. Döglet. Úgy van, apukám, adogassunk be még 28-szor, légy szíves, de tényleg. Enge. Ó, és Braithwaite-t buktatja az ellenfelet. Ezt a bedobással. Lesz-e most itt valami még? Hát szokásosan, de ezt főfut, eladja. Én levágom a lábait mindjárt ennek a gyereknek. Megőrülök már. Gól. De ez les lesz, nem? Hát az les. Az biztos les. Braithwaite nem rúg gólt. Szia, csak lazán. Szép. Ezen marhára meglepődtem most. Ez hogy lett érvényes gól? Hát ez van. Csalóka néha. Hát nyertünk. Igaz, hogy nem a legjobb csapattal játszottunk, tehát azt azért szögezzük le, de nyertünk. Ami egy óriási eredmény. És Coutinho egy hónapra lesérült. Óriási. Ki fog játszani most a bal szélen, azt viszont nem tudom. Ja, hát itt a Sporting ellen kell a legjobb csapat. Mindenhogy. Ó, Vágyét nem raktuk be. Ski. Vagy esetleg úgy lehetne csinálni még, hogy... Pati kettő nap múlva tér vissza. Az jó. Nagyon jó. Játszik kint a télen Depay. Így. Akkor majd Depayt lecseréljük. Vagy Aguero-t, majd meglátjuk, melyik lesz rosszabb állapotban. Aztán kész. Azt érzem, hogy egyre nehezebben nyerünk. Nincsenek gólgazdag mérkőzések. Nyögvenyelős nagyon. Fullbackként semmit nem tud letenni az asztalra, de ezt. Semmit. Wingbackként legalább volt kettő gólja és kettő gólpassza is.
Nagyon idegesített a szélső játék amúgy. A fenét lehet ezzel kezdeni, basszus. Pörgesd föl magad, az bármi van, bassz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Vamózidik feliratkozott. Dzsuzsákkal a szélen nyert volna a csapat. Vámosi, nagyon szépen köszi a Mester 3-ast. Lehetséges. Lehet, hogy igazad van. Köszi szépen. Ez elég érdekes adatokat láthatunk itt a jobb alsó sarokban. Coutinho teljesítményével kapcsolatban. 4-es és 4,9-es értékelés. Hát ez egészen döbbenetes. Hogy hogyan lehet ennyire szar valaki? Jézusom. Hatival ugyanaz a helyzet köbben. Hát mondjuk itt valamilyen aktívabb. Ja, inverted wingerként. Elvileg. Tizennyolc meccsen 14 gól, 10 gólpassz, Depay. Úristen. Lehet, hogy a középpályán kellene változtatnunk, esetleg. Hát lehet. Eddig hamis 9-es fog játszani Aguero. Nem jó ez az advanced. Ott kell jó teljesítenie, nincs mese. Ennyi. Így, apukám. Ezt meg kell oldanod. Nincs mese. Meg hamis az ő korában már, hát hova? Mit akar? Ne ugráljon itt nekem. A Demir jó lesz. Jó, jónak kell lennie. Mindig nagyon aktív szokott lenni, hogyha belső támadót játszik. Neki még idő kell azért, hogy fölfejlődjön. Ja, ennyi, beadásokat mindenhol levettük, mindenhol, tehát ne legyen, mert ő megőrülök már ettől, hülye beadások. Azt látom, hogy fejes, ne ez legyen. Meg ezt a középső játékot sem akarnám bekapcsolni, mert ez meg annyira leszűkíteni a olyan, mint hogy egy szemellenző raknék a játékosokra, basszus. Apróságokat állítottunk. Hogy még tökéletesebb legyen a rendszer, hát remélem, hogy sikerülni fog ez így, lejön. Hogy ne ilyen óriási változások legyenek, mert így se kellene, tehát azért egy-két mencs alapján ítélkezni, nehéz ebben a játékban amúgy. Mert annyi dologtól függ, hogy az ellenfelektől rengeteg függ. Mit engednek ők,
például ilyenek, szóval hát most Géza nem is értem, hogy miért télen játszott. De nem az itt a probléma. Olyan, mint hogyha Roberto játszott volna jobb szélön, jobb hátvédet. Yes, praise. Jó telt a hétvége, köszönöm szépen kérdéset. Fárasztó volt kicsi, de jó volt. Jó volt, nem, mert nem aludtam túl sokat aztán. És így jött ki a lépés egyszerűen. Ah, utok elérdem most magam. Én így gondolom legalábbis. Na, menjünk. Szóval ennyi, úgyhogy én itt is ebbe is kúman tudom okolni. Hát ez egy idióta elképzelés volt. Nem látom az okát annak, hogy Destet kellett berakni támadóba megint. De nevetséges. Harmadik helyezett ellen megyünk most majd. Közben nézzük, hogy hogyan állnak más bajnokságokban a csapatok. Newcastle-nek nem megy. Udácsolnak elég szépen. A Chelsea tizedik. Hát az elég fura. Franciáknál is elég nagy harc van az első helyért. Olaszoknál is. Húha. Elég durva. Németeknél? Semmi extra igazából. Hertha a 16. Ojajajajajajajaj. Van Bommel az edző? Mi? Ilyenrel is ő az edző? Ne szórakozzatok, komolyan! Tegnap kirúgták? Figyeljetek, hogy került oda? PSV edzője volt, aztán eltűnt, majd a Wolfsburg edzője lett. Ilyen gyenge volt vele a Wolfsburg? Hogy mi történt? Milyen elvárások vannak ott akkor? B1 győzelem? Ezt a legjobb támadó középpályás a Barszába. Hát azért... Nem hiszem... Mi? Vannak azért ott fiatalok, basszus. Hát meg lehetett volna oldani úgy a taktikát, hogy akkor nincs szélső. Megoldják okosba, az kész. Játszol egyre több középpályás akkor, az kész. Ennyi, ilyen egyszerű. Meg ami is ott van Demir. Ilyen egyszerű. Inkább a védelmet tesz instabilabbá? Pont fordítva, nagyon jó volt vele. Vezettek is meg minden, de most volt pár rossz meccs. Valószínűleg a személyisége miatt bukott meg. Atya úristen. De érdekes.
Munkanélküli, Martin. Demir! Jó lenne, hogyha visszatérne már a régi Demir. Asszus. Hát most esély kellene adni a fiataloknak, amennyire csak lehet. Menjenek, nyomják. Hát már mióta nem játszik Demir például. Ájjajjaj. Itt kötelező amúgy nyernünk. Csak semmi nyomás. Tényleg kötelező. Aj ne, Istenem, Aguero ne sérül. Bakker. Úristen! Az szép. A gólszerző Depay. Hát Gótvét akkor beáll. Lehet rosszul éró. Igen, azért ilyen rövid idő alatt kirúgnak egy edzőt, tehát azért annyira nem mentek rosszul ők. Hát most ezt meg kell nézzem. Ez azért fura. C-súnyiban megnézem őket, hogy mi a helyzet velük. Ja, hát 9-ek. Bakker, ja, azt a kurva, hát azért volt pár rossz meccs. Bajnokságban végül Zsinórban 4 vereség. Hát azért az... Atya szentég. Hát azért az csúnya. Apukáim! Az kemény, gól van a technológia, minek kell ez ide? Jézus már, de mi történt? Ja. Hát jó kezdték a bajnokságot, de hát egy... Ja, a Lipcsét is elverték, hát ja. Hát... Gyönge. Ez nem túl a célos. Kemények a Wolfsburgán ezek szerint. Le a kalappal előttük. Nem teketóriáznak. Pedri! Hova jó van. Beadások most nincsenek úgy, nem? A góli csapból született, hogy próbáltuk nem beadásokkal operálni, és megtérült, tök jó. Meglátjuk, hogy most mi változik. Szóvá tettük a csapatnak a rossz labda birtoklást. Meglátjuk, most mi változik. 44%-ról indulunk. Gyerünk, fiúk! Piros! Piroska! Semmi! Atya világ! Hát mi ez? A nagyon csúnya volt pedig. Demir a labdával. Aha. Érdekes volt az a középre vágott labda. Hát ez ennyi. Kár érte. Hölé. Hát ezt megúsztuk. Sporting azért megy ám.
Nem lefutott ez a mérkőzés. Demir is megsérül. Nem komoly, úgy néz ki, de meg kell hozni oda biztos. Ugye behozzuk Vagit. Hogy? Gyönyörű. Semmit nem változott a játékképe. Semmit az ég világon. Hát a rohadt életbe. Engem ezek kiegyenlíthetnek simán. Nem játszik rosszul a Sporting. Ó, hát de ott nekünk van egy gótvétünk, nekik meg nincs. Na ez a nem mindegy. Itt a különbség. Hoppá! Elrúgták a vezért. Szabálytalan volt. Hú, de fönt védekezik Vagé. Ez igen. Nagyon kemény vagy ma. Támadd meg, parasz gyerek, támadd meg, nézd oda! Miatton kaptunk majdnem gólt. A vakhangya. Miért nem dominálunk? Igen. Nem szeretem az ilyen meccseket. Egyszerűen megőrülök ettől. Pati, gyönyörű, 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 vissza Albának, úristen, De Jong, Pedrinek, nagyon szép, megint De Jong, igen, jó, hogy tudja a taktikát, Vagé. Nagyon jó. Örülök neki. Hát ez szép volt. Minden megvan a győzelem, az a lényeg most. Kész. Ott a plusz pénz. Három napra lesérült Demir. Aguero pedig 2 hétre, sajnos. Francba. Lehet, hogy sokkal fokozatosabbnak kellett volna lennem vele kapcsolatban. Bár nem tűnt úgy egyébként, hogy túlterheltük volna őt, tehát... Mert ugye mondjuk elég sűrűn vannak most a mérkődések. A Vallecano ellen fogunk játszani. Jó lenne egy rotálás, ugye? Jól mondom? Igen, hogy jó lenne egy rotálás, majd a Valencia ellen fogunk játszani a hazai pályán, ők ugye az 5. helyen vannak, szóval azért ott vigyázni kellene. A Depay menjen be középre. Hát most hogyan játszunk? Kutya fáját. Kéza is játszik egyet, Nico is játszik, Gavi is játszik, Pudzs is játszik, jó. Rétvét akkor kivenj jobb oldalra. Ajaj. Lehet, hogy valakit a kurva anyját, rámentem itt a report bugra. Lehet, hogy valakit főhozunk az U19-ből. Akovácsot mondjuk. Jobb szélső, támadó. Vagy Alarco? Nem, de hát ő sérült. Őt nem tudjuk megmozdítani.
Obasz. Ja, legyen akkor a Kovács. Így őt fölhozzuk. Vannak itt érdekes játékosok, majd évvégén átnézegetjük őket. Ide berakjuk. Létvéte helycsere. De ez talán a legjobb. És oké. A G-t is majd játszhatjuk, de Desznek muszáj most kezdenie, ne haragudj Deszt. Ez micsoda? Azt a mindeni, de jó! Ez tök jó információ. Egy csomó játékost szlováki Európába, top ligákba az Ajax. 92-t! Azt a kurva eget! Komoly! Ezek jól felfejlődtek, bakker. Hát ez nem semmi. Oda nézés, itt vannak a játékosok. Uhú! Atya világ! Komoly akadémia lehet ott. Atya világ, de durva! Többen. 92 játékos. Sporting 70. Benfica 67. Porto 52. Tényleg portugál csapatok, ez félelmetes. Portugálok nagyon-nagyon durvák. Jézusom. Monaco, Arsenal, Spartak, Moszkva 48. Bírom én nagyon az ilyen statisztikákat. Tényleg, kegyetlenül jó. Az igen. Ez jó veseltett. Valencia rá jó. Lejáró szerződésű játékosok között? Persze! Megnézegetjük majd őket, hogy de? Szia, Csavi! Racing! Vagy hogyan kell őket mondani? Racing Santander! Így kell mondani őket? Ők még léteznek? Nem az volt, hogy ők csődbe mentek teljesen? Vagy melyik csapattal keverem őket? Azta, hát ők nem olyan régen első osztályban voltak, ugye? Úristen. Most meg konkrétan a béka segge alatt vannak. Jézusom, itt is van. 2011-12 szezonban még az első osztályban voltak. És mi történt velük? Szóval leestek a kettes osztályba. Ott 20. hely. Majd még lejjebb estek. Majd mi? Bejutottak, vagy mi ez a segunda base? Nem tudom, ez mi volt itt. Az a lényeg, hogy második osztály, második és harmad osztály körül lavíroztak. Azta. És de az a durva, hogy a szurkolók kegyetlenül sokan vannak. Hol volt ez? 12.000 bérletese van a csapatnak ám, még mindig. Nagyon harmad osztály.
Hát ez de kemény. Szép. Gyönyörű. Óriási ez a játékos. Nagyon tetszik. Nézzük a jelentést róla. Igazából annyi negatívum van róla, hogy semmi. Semmi lényegében. Semmi olyan fontos dolog. Itt a statisztikáit is meg lehet nézni külön. Hogyan teljesít. Ajjajjaj. Mi lenne akkor egyébként, hogyha Coutinho-t megnézzünk a középpályán majd egyszer? Hol? Box to boxon? Nem. Nem lenne, kellene, akkor ő mondjuk irányító lenne. Bal szélen egyébként Coutinho-t nem lehet használni. Ki kéne azért próbálni, mert lehet, hogy olyan teljesítmény nyújtana, hogy leessen az állunk. Már a második osztályban szenvedsz velük. Szép. Nagyon szép. Előző meccsen is épp hogy nyertünk, 1-0. Én akkor belegondolok abba, hogy mi lenne, hogyha esetleg egy gyengébb képességű csapattal lennénk. Akkor mi történne? Nem egy világ megváltó taktika ez. Érzik a szívem. Elindítjuk ezt a mérkőzést, közben én elviharzok. Közben azért a háttérben pörögjön itt valami. Megoldják a fiúk ezt. Elvileg meg kell oldaniuk. Haladok, sietek, egyik lába mit, másik ott. Hajrá! Hangokból ítélve 5-0. Amúgy meg 0. Hát ez nem igaz. Hát miért van így? Mikel Merino. Jó hangzik. Ilias Akkomács. Oda néz! Majdnem gólt lő! Az újonc! 18. percben már besárgult. Lehet, hogy idegbeteg. Szegény. Ó, hát kissé izgult, biztos. Rájött a cifra. Aztán siet a gyerek. Jó, hát van ez így. Azt a betyárját. Gyerekek, tegyük azért össze magunkat, jó?
Légy szíves, ez csak egy... Rayo Vallecano, ez semmi. Oda néz, kapufa. Világszár lesz ebből a gyerekből. Hát nem veszélytelen. Na, szép labdaszerzés. Lepályált a túloldalra. Iliásznak. Terünk Iliász be középre. Gabi volt az érkező. Jól érkezett a fiú. Hát nem tudtuk gólra váltani azt a helyzetet. Már három darab sárga lapunk van. Nem dominálunk megint elég jól. Valahogy nem vagyunk hatékonyak elől. Mi a csuda van? Ezt? Na, gyönyörű, ez az, nem adjuk be. Nagyon jó, tetszik, tetszik, nagyon jó, így kell. Oda néz, Iliász. Gyönyörű, ügyes. Nagyon ügyes, hát milyen aktív. Sokadik kapura lövése. Bakker, szinte egyik legjobb játékosunk most a pályán. Hát azért... Így kell debütálni, én úgy gondolom. Zseniális. Kótvét fölé. Mire gondolsz, Gergő, pontosan? Már elfelejtettem. Nem tudom már, miket hazudoztam össze-vissza tegnap. Hopp! Arboleda. Még hogy nem adogatunk be, ugye? Hurrá! Haza! Vonjuk be a játékba egy kicsit testéget is, srácok. Na. Gyerünk. Jó van, akkor ne. Gavi? Majdnem buktatták. Nikó, mennyire elől helyezkedik ő is, Iliász bele a blokkba. 7,5-ös értékelése van Iliásznak. Get stuck in. Én úgy tolom, Martin. Sok helyzetünk volt már.